Szevasztok srácok, Csüpi vagyok, itt van Alex is velünk, elkezdjük ma a FootSwap playerek begyűjtését és az erre épülő minisorozatunkat. Ugye 12 ilyen játékos lesz most a FIFA-ba az elkövetkezendő 3 hétben nagyjából. Ugye ezek a játékosok kerülnek majd ezekbe a FootSwap Deals SBC-kbe. Kezdjük akkor az elsővel, ugye az elsőt itt Foot Champions-be lehet, mert a Daily Cow-on lehet megszerezni. Nem más, mint egy ilyen Negredo 79-es ST kártya, ugye olyan, mint az alapkártyája, csak más a színe. Ez az első, akit meg lehet szerezni. És Foot Swap Player, ez meg kell nyerni egy déli knockout tornamentet. Mi már bejutottunk a Weekend Ligába, de most újra nekiálltunk, kétszer sikerült elbaszni, egyszer egy ikoncsapat ellen kiszoptunk ilyen kamu meccsen, utána véletlenül megnyomtuk a home gombot a harmadik meccs elején, úgyhogy kidobott minket a rendszer. Így jutottunk be a döntőbe, 3-1, 1-6 és egy 1-3, ami azt hiszem kilépett, ugye? Utolsó kettő az kilépett? Utolsó is kilépett, a másik kettő, de unalmas a végén. Mindegy, másik két meccs az unalmas, a harmadik az kilépett, úgyhogy nézzünk egy döntőt. Most egy, a FIFA 18 során először kicsit csalunk, tettünk három attribút kártyát, ugye? És hát nem is attribút kártyát, hanem ilyen tréning kártyát tettünk három játékosunkra, Lozánóra, ugye Neuerre és Neymarra. Tök jók lettek így a statok, ugye gyakorlatilag 99-99-93-ot. Neuer szinte mindenben 99-es. Baromi jó így. Lozánó is eléggé felhúzódott így, 99-93-95-91. Úgyhogy ennyit csalunk most így a döntőbe, nincs kedvem újra kezdeni, úgyhogy nézzünk is egy ellenfelet. Na nézzük, hogy milyen csapatot fogtunk ki. Van Florenzie, Milinkovic, Savic, Nainggolan, az egy kibaszott erős középpálya. Immobile és Mertens, Dybala, ez egy elképesztően erős támadósor. És ez egy iszonyatosan jó csapat. Tehát ez egy brutális kárcsóás csapat. Gyakorlatilag minden poszton szinte a legjobb játékos van. Ezt iszonyat nehéz lesz szerintem megverni. Kőkemény ez a csapat, tehát ez a támadó trió, az a középpálya, nem is tudom, hogy ne van-e jobb középpálya, mint a Milinkovic, Savic, Infon kártyája, a Nainggolan, illetve ugye a bőrzélyes Florenzi, a védelem pedig ugye Benatia, ha jól láttam, Alexandro. Közben Neymar, és nem sikerül az első helyzetből gólt szereznünk. Ugye mi majd formációt akarunk váltani, ezzel lestartoltuk már most. Alexandrini. Jó, a visszatett labda, és ott a lapos lövés, 1-0. Alexandrini kifut az operatőrhöz. Szép volt, nagyon a lapos lövés. Jó volt ez. És akkor most gyorsan beállítsam, vagy beállítod? Jó. Lozano és Thiago. Elég, ha a két hátsó videót gyorsan beállítod. Na. He can't have scored many better than this. Hát ezt nem védhette. Ki is a kapusa talán, Handanovic? Nem lészi. Mertens, Dybalától kapta azt a passz, de most már Boateng teszi ki Alabának a szélre. Keresztlabda, Aurier. Kifejezetten egyébként utáljuk az ilyen pályákat, ahol a fele árnyékos, a fele napsütéses. Bár itt azért talán annyira nem zavarva. Jó, a beadott labda, nem tudtunk kapura fejelni. Vidal. Hát pontosabb passzok. Hát nézd, elkapkodtuk szerintem, pontosabb passzok kellenek. Vissza fogja indítani? Ah, vissza is akarta, csak jött Béli. Na, van itt egy szöglet.
Miscued really with the header. Yeah, not known for his heading, and you can see why there with that effort. Elmúlt pár percben nem sok minden történt, úgyhogy Neymar. Rui Costa, á, és beleérnek a passzba. Dybala valahogy megtartja, ad egy passzt, Mertens. Nagyon nagy becsúszó szerelés volt, tehát irgalmatlan nagy mentés volt. Thiago hátra, Alaba, Vidal. Lozano. Jó nagy löket volt, Handanovicsnak kellett védenie. Lozano. Megpattan, úgyhogy kimegy, akkor miénk a dobás. Thiago. 16-oson belül voltunk az előbb, egy élesebb szöglet lesz. Egy hatalmas gól. Ki volt az, aki rácsavarta? Pogba? Aha. Restarting at 2-0. Lozano. Nem könnyedén szerelték. 2-0 már egy biztosabb előny, de ugye még nem megnyugtató előny. Hiszen egy gól rögtön ott lehet. A mérkőzésbe. David Alaba. Rui Costa. Odat váltottunk, Thiago, Neymar. Nem, ez nagyon szar volt ez a visszadott labda. Ezek a dobást. Nem volt. Immobile ideig nem sok mindent csinált Immobile egyébként a mérkőzésen. Neymar. Egy jó labda, Lozano. Rui Costa. Neymar, á, nem volt jó a lefordulás sajnos. Immobile. Vidal tisztáz. Kellett hátra jönni, aztán rögtön eladjuk. Az jó, Pogba. Neymar. Pogba. Rui Costa. Ez is jó. Neymar 16-osan belül. Rui Costa visszaszerzi. Hát, és ez egy lapos lövés lett volna, de nagyon szar lett. Neymar, Lozano. Sorunk megy ki. Neymar, lőjük rá! Handanovic. Hát 10 lövésünk van, ellenfélnek 2, ebből egy talált kaput, úgyhogy elég nagy a fölény, nem? Second period, the second half is underway. Now here's a chance to get at the opposition. Thiago, Neymar. Nem rossz idáig. Lőjük rá, Lozano! Kapu mellé. Yeah, he's got to take a lot of credit for that because
He had to take the shot quickly, the lad who was trying to score. Wasteful pass, unforced error, really. Ups, ezt le fogja fújni. And the referee says, that's a free kick. Gyorsan elvégzi. Immobile. Mertens. Hát a felé kell játszani, Nainggolan, Dybala. Nagyon kemény ez a csapat, nem? Nem, az ellenfélé. Hát a középpályát elfogadnám. Milinkovic, Savic, meg a Florenzi, Nainggolan, nagyon kemény. Egy távoli Pogba lövés, de... Thiago, jó lesz az! Kapufa. From the target, he was so close in. Oh, that's a howler, and he's getting some stick off those supporters. Free kick against Alaba. Florenzi, and here they are on the attack. Ez jó lesz. Kicsi beleteszi, Milinkovic Savic. 2-1. Na, innentől lesz kemény dolog, mi? Volt kell szereznünk. Mondjuk 56 percig húztuk, hogy nem kaptunk gólt itt a döntőbe. Olyat kell, hogy felhúzni 99-es, mi? Azt nem fognak. Vidal. Alaba. Neymar. És fejbe lövi, bazd meg a Lozán. A Lozán ott fejbe lövi, érted? Dybala. Break quickly when they get possession. Ez most nem volt rossz, Dybalának hátrafelé kell játszania. Pogba mutogatott valamit, valaki menjen hátra. Dybala fölkelt a földről, egybe adott egy jó paszt. Vissza is kapná. Jó. Pogba. Na, ez nagy labda. Neymar. Ez sem nagyon szar középre adott labda, után már az ellenfél építkezik, Dybala. Mertens, Immobile. Milinkovic-Savic. Nainggolan. Immobile, vissza fogja adni neki, igen. Nagyon kellett ez a becsúszó, mert amúgy ha nem kapura ment van, akkor tudod visszaadja Dybalának. Na. Thiago. Pogba. Nézzük, kinek adhatja. Lozano, Costa visszakapja, Neymar! És bazd meg, ezt is kivédi Handanovic, nem hiszem el. Ezt nem adtam volna vissza egyébként, mert a Neymarnak, Costával előttem volna ki a faszombat középen. Alaba. Jó kis lakett volt. Hisszöglet. Lozano. Handanovic megint fogja a labdát. Ment, hogy véd egyet. Most lehet baj, ugye? Hogy lekontráznak a szöglet után, ezt mondom. Ne rúg fel, ne legyen tizi. Ez nagyon szó. De amúgy is leslett volna, de ez nagyon szar passz lett volna. Nainggolan még összegyűjti. Fiad akar pattogni. Jó. De meg nem tudunk felszabadítani. Mertens, ebből gól lesz. Ne, elpattan. Jól van. És itt nyugodjunk meg. Aurier. Costa, vissza. Ez jó lesz. Be kell lőni. De ezt nem kicsibe kellett volna lőni. Ezt nagyba. Beverni azt cső. Just a little bit more in the time that remains. Well, there's always pressure on you when you're playing in front of a big crowd, your own fans and... Na, csak sikerült felszabadítani. Azt hittem, hogy ebből nagyon van szopóka lesz. Pogba. Rui Costa, Neymar. Rui Costa visszakapja. Pogbinho.
Ebbe is beleléptek ebbe a lövésbe. Úgy kosztogatta, hogy kapura tenni a labdát, nem is lett volna szerintem az olyan rossz. Benatia fejeli ki, nem tudunk beleérni. Chiellini. Aurier. Nainggolannal szemben. Nainggolan végül megszerzi. Nem gyenge megoldás lett volna. El is fülelték. Immobile. Florenzi. Nem tudjuk ellökni. Viszont megelőzzük ott azt a Mertenst. Neymar. Lozano. Pogba. Neymar! Van az meg is kapufa. Hozzánom, hogy már csak ilyen sután ért bele, úgyhogy kapusért. Nézzük, hogy mennyi a hosszabbítás. 2 perc. Lozano. Ez is jó. Beívett labda. És Handanovic ezt is megfogja, hagyjad már. Jó, hát ez most már elment, hogy ez most már milyen lesz. Ez neki el fog menni, mert nem tudta támadást vezetni 2 perces hosszabbítás alatt. Rui Costa. Handanovic újra. Most le fogja fújni a játékvezető szerintem a mérkőzést, igen. Na hát, egy elég komoly csapatot kaptunk itt a döntőben, nem? Nem is játszott rosszul a srác, de végül nagyon nehezen 2-1-re sikerült behúzni, úgyhogy a második fél időben már nem is lőttünk gólt. Úgyhogy most nézzük meg a győzelmi ceremóniát, aztán átvesszük azt a Negredót, nem? Wonderful scenes of joy here, and no wonder they're milking the moment. Want to make absolutely the most of this. Well, they're a proper team, aren't they? They've stuck together, defended really well in this competition, and snatched the goals at the vital times. So, fully deserved winners. There they go. They are the champions. Great moments these, Alan, sharing the joy on the field with those off it, the fans. They'll know where their particular friends and families are in the stadium. Yeah, it's at this point really you don't want to leave the pitch. You don't want these moments to end. Wonderful camaraderie between the lads. What a moment for them. Well, you have to have the team photo, and they're getting ready for it now. Na itt a közös fotózkodás, és akkor nem sokára átveszik a déli knockout járó swap playert, foot swap playert. Na hát itt a 2000 coin, és itt van ugye Negredo, aki az első ilyen megszerezhető kártya a foot swap deals idején. Mehetnénk még egyszer egyébként a VL-be, de ugye már egyszer kvalifikáltuk magunkat az előző déli knockouton. Hát nem is tudom, hogy akarunk-e VL-ezni, szerintem nem akarunk. Elég jó kis meccs volt szerintem, végig koncentrálni kellett, ahhoz képest az LFM-nek 3 lövése volt, nekünk meg 24. De tényleg, tehát 80 annyi lövésünk volt, és mégiscsak 2-1 lett, szóval elég furi. Na és itt van, amiért küzdöttünk. Hát ilyen kicsit be van glitchelve, mehet a klubba, és akkor betesszük az első kártyát ugye a Sanchez SBC-be, azt akarjuk megcsinálni, nem? Na, ezt? Egy kész, már csak 10 hiányzik. Na srácok, ennyi lett volna az első foot swap player. Így lehetett megszerezni, meg is szereztük. Ha tetszik ez a kis minisorozat, hiszen mindegyikről készítünk majd videót, akkor dobd rá egy lájkot, és hamarosan jövünk majd a másodikkal. Alex játszott, Csipi voltam, szevasztok! Szevasztok.